Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. És úgy tűnik, hogy az Európai Unió a szabályozás eszközével próbálna fellépni ezen kínai szereplők ellen. Viszont még mielőtt erről beszélnénk, azt meg tudná magyarázni, hogy mégis ezt az üzleti modellt a Temu és a Shein hogyan tudja fenntartani? Ugye fogyasztóként, vásárlóként inkább ennek az áldásos oldalát látjuk, mert olcsón tudunk termékeket rendelni jó messziről, de mégis hogyan tudják kivitelezni ezt a modellt ezek a cégek? Igen, szerintem nagyon fontos kiemelni, amit ön is mondott, hogy valójában itt a probléma, az csak egyik oldalról probléma, a kereskedők oldalról, illetve a piac oldalról. A fogyasztók ennek pont, hogy az ellentétes oldalt látják, a pozitív részét tapasztalják. Ezért is lesz nehéz egyébként beavatkozni majd, mert itt nem arról van az, hogy mindenki sérül a rendszerbe, hanem a fogyasztók tömegei bizony jól járnak vele. De visszatérve a kérdésre, alapvetően több tényezőből áll ez a helyzet, de talán a legegyszerűbb az, hogyha azt mondom, hogy valójában annyi történik idézőesen persze csupán, hogy az az értéklánc, amivel a Kínában gyártott kínai termékek eddig elérkeztek az Európai Unió kereskedőihez, ugye rengeteg áttéten keresztül nagy kereskedők, disztribútorok, márka képviseltek, illetve rengeteg logisztikai szereplő révén jutott el ez az áru Európába, és ezáltal ugye minden egyes állomáson rákerült egy 5-10%-os ár és tartalom, ami aztán a végén azt eredményezte, hogy a gyártott terméknek az ára jóval magasabb volt az európai kiskereskedelmi forgalommal, mint ami ugye a beszerzési értéke volt. Na, ez az értéklánc rövidült le, sőt gyakorlatilag szűnt meg teljes egészében azáltal, hogy a kínai kormány, kínai kereskedő, kínai gazdaság úgy döntött, hogy ez az áru gyakorlatilag elérkezhet a végfogyasztóhoz közvetlenül is a kereskedőtől, anélkül, hogy bármilyen egyéb közös szereplőt kéne igénybe venni. És ez az értéklánc rövidülés okozza az áraknak nagy mértékben a csökkenését. Erre aztán rájönnek még egyéb gyártástechnológiai dolgok, az, hogy az üzleti modell arról szól, hogy versenyezteti a különböző gyártókat a kínai kereskedő, szintén még árbefolyásoló hatással bír. De alapvetően legnagyobb árdifferenciát az okozza, hogy rövidült az értéklánc, és azért is nehéz helyzet ez, mert ezzel nagyon nehéz lesz felvenni a versenyt, hiszen nem arról van szó, hogy dömpingárakat csinálnak, vagy legalábbis nem tömegesen csinálják, ezt nem arról van szó, hogy önköltség alá mennek, hanem arról van szó, hogy egyszerűen olcsóbban idejér a termék, mint ezt tette korábban. A szállítási költségek itt nem jelenthetnek egy olyan helyzetet, hogy hát reálisan azért sokkal többe kellene, hogy kerüljön egy-egy termék a Temuról? Abszolút, hogyha csak egyén szintjén gondolkodunk, akkor nyilván egy légiszállítással elküldendő, vagy elküldhető terméknek az árát feltételezzük, hogy magasabbnak kéne lenni a szállítási költség miatt. Azonban itt is arról van szó, hogy valójában ezek a kapacitások, ezek a repülő kapacitások, amikkel mondjuk egy Temu operál, nem csak Magyarországon, nem csak Európai Unió szinten, hanem világszinten, ezek nagyon hosszú távra, nagyon nagy mennyiségben lekötött kapacitások, és itt érvényesül az az elv, hogy minél többet köt le, annál olcsóbb egység alapon az a szállítási díj, ami egy csomagnál realizálódik, ezért tudja alacsonyan tartani az árakat, mert ő úgymond megígérte, bevállalta, lekötötte azokat a kapacitásokat egész évre, melyek mentén igazániból ma már nagyon nehéz légiszállítással eljutatni bármilyen más árut, például Kínából, mert igazániból ezek a nagykereskedelmi vállalatok lekötötték ezeket a kapacitásokat. Ezáltal tud igazán hatékony és gyors lenni, plusz a másik az, hogy tervezhető a dolog, tehát minden nap, ma már például minden nap jön légijáruszállító járat Kínából, Budapestre is többek között, és innen Budapestről kerül az áru nagy része elosztásra a környező országokba is. Tehát ez a repülőgép nem csak egy országnak, mondjuk a magyar piacnak hozza az árut Kínából, hanem itt a szomszédos országok mindegyikébe rajtunk keresztül, illetve Budapesten keresztül érkeznek ezek az áruk. Tehát a repülőgépek adott, hogy minden egyes induláskor teljesen tele vannak pakolva, ezáltal olcsó tud lenni a szállítás is. Mit lehet tudni a készülődő, nem is tudom, hogy fogalmazhatok-e így jogszabályról. Itt azért több dilemma van, ahogy ön is elmondta. Ugye a fogyasztók szempontjából azért nem lenne jó, hogyha ezt az olcsó lehetőséget elvágná az Unió, ugye az uniós tagállamok döntő többsége, mindegyike mondhatjuk, hogy a liberális piacgazdaságban érdekelt, szóval kereslet, kínálat és úgymond a piac láthatatlan keze kellene, hogy befolyásolja az árakat, nem pedig különböző állami korlátozások, de lehet-e itt
rövid időn belül valamiféle korlátozás mégiscsak, és ez hogyan nézhet neki? A területet valamennyire azért is ismerő szakemberként én azt látom, azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy rövid távon lesz bármilyen bealakulási lehetőség az Európai Unió számára ebben a helyzetben. Ahogy ön is mondta, itt minden európai piac érintett, nem csak a magyar, nem csak a kelet-európai, hanem ugyanúgy a nyugat-európai piacoknak is a belföldi kereskedelme, a belföldi szereplői érzik ennek a kínai dominanciának a hatását. Viszont pont amiatt, mert a fogyasztói oldalról nézve ez egy nagyon nem egyértelműen negatív, sőt sokkal inkább pozitív kép, azért nehéz a beavatkozás. A legalapvetőbb dolog, amit ugye megtehetnének, illetve kikényszeríthetnének, hogy a Temunak, illetve a kínai szereplők mindegyikének legyen valamilyen EU-s entitása, EU-s cége, amin keresztül érvényesíthető a mindenféle fogyasztóvédelmi GDPR garanciakezelési eljárásrend, ami az unión belül érvényben van. De ezeket is többé-kevésbé, például a Temu már rendelkezik ilyen Írországban bejegyzett entitás, amin keresztül az európai piacokat kiszolgálja. Tehát elméletiségkon érvényesíthető lenne rá az a fajta jogrend, ami az Európai Unión belül minden egyes tagállamra érvényes, és minden egyes tagállam be is tartja. Az más kérdés, hogy mondjuk bármilyen egy bírsággal, vagy preventív intézkedéssel lehet-e mondjuk egy Temu szintű szereplőt megregulálni, illetve milyen hatással lesz rá az, hogyha mondjuk kap egy bírságot többek között, akár a Magyar Hírviától is. Én megmondom őszintén, abban nem hiszek, hogy szabályozó oldalról rövid távon bármilyen hatást ki lehet fejteni. Lehet, hogy lesznek mindenféle szankciók, bírságok, de nem gondolnám, hogy ellehetetlenítik a kereskedelmet teljes egészében Kínából, Európába, hiszen nem érdekel az Európai Uniónak sem az, hogy a kínai gazdasági kapcsolatokat ilyen szinten megbolzassa. Én sokkal inkább gondolom azt, hogy a kereskedőknek kell egy új világra felkészülni, és nem csak pusztán áralapon gondolkodni, mert az árversenyt mindig is a kínaiak nyerték meg, és ebben a logikában is levezethető, hogy nem hiszem, hogy rövid távon árban jobb tudna lenni egy európai termék, illetve egy európai kereskedő a kínai termékkel, de egy európai termékkel operáló, Európában gyártott minőség szempontból, vagy egyéb funkciókban kiemelkedő termékkel igenis van helye magyar, illetve a helyi kereskedőknek is, és a másik pedig a szolgáltatási minőség. Tehát olyan szolgáltatási minőséget nyújtanak ezek a kínai szereplők, olyan élményt tesznek a vásárlás mögé, amit lehet is, és le is kell tudni másolni, és ebből tanulva kell a helyi belföldi, minden egyes ország belföldi kereskedelmét tanulva a példákból fejleszteni. Hát ugye pont ez, amit ön mondott, hogy azért itt messze nem arról van szó, hogy a kínai termékeknek silány a minősége, hanem akkor sok esetben inkább a kínai modell lehet még a minőséget, a kiszolgálás szolgáltatást illetően inkább irányadó az európaiak számára? Természetesen én sem azt mondom, hogy mindegy is silány minőség, ugyanis erre célzott, hogy azért alapvetően azt igazolják a mi tesztrendeléseink is, meg a több mint másfél millió magyar online vásárló is, aki már a Temuról rendelt, az is azt bizonyítja, hogy alapvetően jók a termékek, a visszatérési arány is kimagasló a Temunál, tehát az első vásárlás után is nagyon sokan visszatérnek, mégis rendelnek újabb és újabb alkalmakkor, tehát ez is mutatja, hogy jó minőségű termékekről van szó, tehát itt nem a kínai gagyi bóvli dömping az, amit sokan mögé gondolnak, nem erről van szó, nagyon sok minőségi termék van. Olyan termékek, amik egyébként mondom, kicsit magasabb árcédulával eddig is jelen voltak a magyar piacon, csak egyszerűen már akkor nem gondoltunk annyira mögé, hogy ez a kínai termék, hiszen magyar kereskedőtől vagy magyarnak tűnő kereskedőtől vettük meg. Tehát emiatt a termékek minősége saját kifogás, de igen, az a szolgáltatási színvonal, amit mögé tesznek, a mobil applikáció, a különböző promóció típusok, az akciók, az, hogy van mögötte egy élmény, és nagyon gyorsan ide jár. Tehát például ma Kínából repülővel 8-10 nap alatt megérkezik az áru, ami, ha belegondolunk, igen, nagyon gyors, és biztos, hogy nem fenntartható, de a másik oldalról rengeteg olyan belföldi kereskedő van, aki szintén 8-10 napra szállít Magyarországra, akkor el kell döbbennünk, hogy azért van mit javítani a belföldi kereskedelmnek a minőségén is, és nyilván nem vigasztal semmilyen magyar kereskedőt, ha azt mondom, hogy ebből lehet tanulni, de bizony tanulni kell belőle, mert árban nem biztos, hogy versenyképesek tudunk lenni, de szolgáltatási minőségben a magyar
illés a magyar fogyasztónak a megismerésének a minőségében is jobbak tudunk lenni. Jobban értünk a magyar lélekhez, mint egy kínai kereskedő. Ez így lesz valószínűleg még nagyon sokáig is. Ezekre kell alapozni, illetve olyan szállítási opciókat, olyan fizetési opciókat kell kínálni, amivel nem fog tudni versenyezni egy kínai szereplő. És itt leginkább a szállítás kapcsán arra gondolok, hogy egyre inkább el kell gondolkodni abban, hogy rengeteg olyan termékkor van, amit akár aznap, de garantáltan másnap is ki lehet szállítani, ezáltal pedig nyilván az a egy nap és 8-10 nap is egyértelműen sok vásárló esetében a magyar vásárló, vagy a magyar kereskedő fele fogja tolni a döntési mátrixot. Szóval ezekbe kell innoválni, és ezeket igenis el lehet tanulni a kínai szereplőktől. Reggeli Monitor.